Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség veletek. A legnagyobb Mária ünnepünkön, Nagy Boldogasszony napján, Mária mennybevételének ünnepén köszöntsük a szűzanyát Szent VI. Pál pápa imájával. Ó szeplőtelen szűz Mária, mélyen tiszteljük kiváltságot titkát, tökéletességed misztériumát. Te vagy az egyedüli emberi teremtmény, aki az isteni terv szerint Krisztus érdemei által teljesen megőriztettél az áteredő bűn fertőjétől. Te vagy az egyetlen, akiben a teremtő Isten gondolata sértetlenül tükröződik. Isten képe vagy. A szeretet és a szépség édessége és mélysége ott ragyognak ártatlan arcodon. Mária, azt kérjük tőled, add, hogy megértsük, kívánjuk, és magunkévá tegyük a lélek és a test tisztaságát, a tiszta tekintetet, amely meglátja Istent. Ó kegyelmes, ó irgalmas, ó édes szűz Mária! Mária Isten szemlélésében élt, és mi, akik szeretjük Máriát, tiszteljük, akik sokat fohászkodunk hozzá, keressük-e tiszta tekintetünkkel, hogy Máriával együtt meglássuk Szent Fiát, hogy Máriával együtt szemléljük az Istent. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen. Egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel.
Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogatott el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintete méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Ki ne szeretné szemlélni az eget, csodálni a csillagokat, így augusztus közepén lesni a hulló csillagokat, és aztán róluk gondolni ezt vagy azt. Ki ne keresni a jeleket,
amelyből megpróbál így vagy úgy jövendő dolgokra, majdon bekövetkező eseményekre következtetni. Persze tudjuk, hogy mindez, bár sokszor bizonyos megfigyeléseken alapszik, legtöbbször csak játék marad. A Biblia most mégis valami nagyon komoly dologra tanít bennünket, amikor azt mondja, és milyen jól esik hallani ezt a mi fülünknek, az égen nagy jel tűnt fel. Föltűnt az asszony, aki napba öltözött, akinek lába alatt a hold, és akinek feje körül 12 csillagból van korona. Lehetetlenség, hogy eszünkbe ne jusson az Európa Unió alapító atyáinak, akik hitben éltek és keresztény Európáról gondolkodtak, az akaratuk és a szándékuk, akik nem véletlenül választották ezt a 12 csillagot az ő művük jeléül. Persze láttunk más jeleket is. Föltűnik a tűzvörös sárkány, amely elpusztítani akarja, megsemmisíteni akarja azt, amit a másik jel, a Mária jele létrehozni akar. Mi magyarok különösen is érzékenyek vagyunk ezekre a jelekre, hiszen éppen tegnap ünnepeltük Máriát, mint a mi nagyasszonyunkat, pátronunkat, és ezért látjuk őt zászlóinkra hímezve, mint itt az oltár mellett is, ebben a csodálatos, remek művű zászlón, de látjuk őt címereinkre festve, és régi pénzeinkre verve is. Közel áll Mária hozzánk. Érzékenyek vagyunk a jelre, amelyet ő mutat nekünk, a tanításra, amelyet a jel hirdet. A katolikus világ fogékony a Mária által közvetített igazságokra, a boldogságos Szűz Mária életére. Ezért van az, hogy mindenfelé oly sok Mária kegyhellyel találkozunk, és a Mária kegyhelyek mind-mind nem csak tele vannak hívőkkel, hanem ahogy az ember érzékeny lélekkel és szívvel egy ilyen kegyhelyre belép, megtapasztalja az imádság erejét, a kegyelem jelenlétét, megtapasztalja, hogy azon a helyen talán évszázadok óta sok-sok ember hittel és imádsággal fordult Márián keresztül az Istenhez. Mindannyian ilyen lélekkel élünk. Melyikünk ne imádkozna naponta Máriához, és ne kérné Mária oltalmát és segítségét az élete legkülönfélébb dolgaiban, és ne kérné bizalommal Máriát, rábízva életének utolsó percét is, kérve anyai szeretetében imádkozzon értünk ott, amikor az áment kell kimondani, hogy jaj, csak azt el ne védjük. Gondunkban és bajunkban ki az, aki nem fordul Máriához? Nem fohászkodik hozzá és nem kéri a segítségét? Ki az, aki nem fordul hozzá olyan szeretettel és bizalommal, olyan reménnyel, mint ahogy a gyermek fordul az anyjához? Hiszen Máriát égi anyánknak tekintjük, nem valamiféle jámbor gondolattól vezérelve, hanem Krisztus halálosan komoly, véresen hiteles szavai nyomán, aki Máriát a kereszten adta nekünk anyánkul, és akinek
minket Mária fiának adott, Máriának fiául adott. És példaképnek is tekintjük ezt a Máriát. Szívesen tekintünk szobraira és képeire, és kérjük, segítsen bennünket, hogy tudjuk életünk különböző dolgait úgy rendezni, hogy neki is sikerült. Hogy elkerüljük a bűnöket, és kövessük Krisztust. De vajon tényleg követjük-e őt? Vajon képesek vagyunk-e tanulni tőle? Mert minden szép gondolat, minden jámbor érzés hiába való, hogyha az gondolat és érzés marad, és nem követi életformálás, cselekedet. Az érzelmeken túl Mária lelkét kell hordoznunk, és Mária életének tanítását kell követnünk. Benedek pápa Sion leánya című művében írja, hogy a boldogságos Szent Szűz egész élete az egyház útját jelzi. Nem csak egy konkrét esemény, egy konkrét élet, nem csak egy Istentől elgondolt akarat, hanem Máriában szemlélhetjük az egyház egész küldetését, küzdelmét, törekvését, az egyház útját. Mária igenje, amit kimondott az angyalnak, és igenje, amit egész életében kimondott az Istennek, hiszen egész élete Istennek kimondott igen volt, valójában az egyház igenje. Az egyház nem tehet mást, mint hogy a kinyilatkoztatáshoz szabja magát, mint hogy Isten akaratát keresi, és erre a megtalált, fölismert akaratra igent mond. Minden képességével, minden erejével, ahogy ezt csak kimondani lehet. Mária Krisztus követése az egyház Krisztus követése. Máriát Krisztus nyomában látjuk. Szerényen, csöndben, nem tolakodva, nem követelve magának, az anyának kijáró első helyet fia mellett, hanem sokszor csak messziről, imával követve, érzékeny szívvel figyelve fia körüli világot, de mindig szeretetével Krisztus mellett, és szívében mindig szeretettel hordozva egyszülött fiát. Mária a kereszt alatt a szenvedő egyházat képviseli. Ő, aki fájdalom nélkül szülte erre a világra az Isten fiát, a fájdalom 7 tőrével a lelkében áll keresztje tövében. És hordozza nem csak az ő anyai szívének fájdalmát, hanem hordozza az egyház szenvedését és fájdalmát, minden üldöztetés, minden meg nem értés, minden rágalom, minden tévedés, minden tévejgés miatt. A szenvedő egyházat képviseli Mária. És ezt a gondolatsort tanítja Benedek pápa, következetesen végig gondoljuk, akkor eljutunk Mária életének a végéhez, a mennybe menetelhez, és akkor ez sem lehet más, mint amit Mária mutat, az egyház megdicsőlésének példája. Mária mennybe ment, mert bűntelen, és az egyház, amelyen sem ránc, sem szeplő nincsen, amely bűntelen, tiszta és szent, követi Krisztust, és követi Máriát, hogy a mennybe jusson. Nekünk, akik az egyház tagjai vagyunk, ezt az életet kell követnünk, erre kell figyelni, mint
valójában könnyen megérthető példára, amelyet először is értsünk meg tisztán és világosan, és aztán kövessük tettekkel, életünk vitelével. Ahogy Mária Istenre figyelt, és az egyházat, az Istenre figyelő egyházat jelenti, de hisz az egyház mi vagyunk. Tanuljunk meg mi is hát Istenre figyelni csöndben. Gyakoroljuk a belső imát, hogy mindig Isten jelenlétében éljünk. Mária az imádság szükségességére tanít minket, mely által állandó bensőséges, szeretett kapcsolatot alakíthatunk ki az Isten fiával. Ezt a kapcsolatot, ezt az egységet kell nekünk egész életünkben, életünk minden percében munkálni. Minden gondolatunkkal és minden tettünkkel. Arra kell hangolni az életet, hogy egyre inkább Istennek tetsző életünk legyen, hogy egyre inkább vele éljünk, sőt, hogy elmondhassuk, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Istennek igent mondani, úgy, ahogy Mária mindig is tette ezt. Nekünk is Isten tervére igent kell mondanunk, önmagunkból kilépve, hogy részesei lehessünk annak az új szövetségnek, amelyet Mária fia hozott el nekünk. Nem saját érdekből, nem saját célok eléréséért, nem könnyebbségek kivívásáért, nem valamiféle kegyelemért, hanem hitért és Isten iránti szeretetért kell könyörögnünk, és így kell igent mondanunk az Úrnak. Krisztus követésében kell járni, mindig és mindenütt, Mária példájára. Akkor, amikor ez jól esik, amikor büszkék lehetünk hitünkre, egyházunkra, amikor megélünk olyan szép és kegyelemmel teljes pillanatokat, mint ahogy tegnap este is megéltük, és megélhetjük mindig, amikor a templomba Istennel és egymással találkozunk, de Krisztust kell követnünk. A szenvedések, a próbatételek, a meg nem értések, az üldöztetések, a kigúnyolások és a félreértelmezések idején is. Bőven kijut ebből is, ma is, itt is, nekünk is. Lehet keseregni, lehet zúgolódni, lehet szitkozódni, csak ez nem keresztényi dolog. Lehet Krisztussal elviselni, Mária lelkével követni, lehet keresztet hordozni, keresztté formálni mindazt, ami életünkben bizony sokszor súlyos próbatétel. Krisztussal élni az életet, erre hív Mária példája, hogy benne legyünk, hogy vele egyé legyünk, hogy soha ne a mi önző lényünk diadalmaskodjon, hanem mindig hitünk próbáját kiállva tegyük azt, amit az egyház kér, amit Krisztus tenne a helyünkbe, amit a szentek mind-mind megtettek hasonló helyzetben. Más szavakkal a mennyebe felvett Mária jel számunkra, méghozzá a remény jele. Ha történelmünket nézzük, nálunk jobban senki nem értheti meg, hogyan lesz Mária a reménység jele egy ember számára, egy nemzet számára, a hitben élő emberek számára. Mária a remény jele. Képes az ember Isten kegyelmével élni azt az életet, amely az ég felé vezet, mert a Krisztust követjük, Krisztus az atyai ház felé megy, és ennek a háznak ajtaját tárja ki előttünk. Mi is eljuthatunk oda, ova Mária eljutott, nem a magunk erejéből és a magunk jóságából,
hanem Isten kegyelméből és az egyháznak a szentségéből. Imádjuk hódolattal a mai napon a szűzanyát, az égbe felvevő Urat, és köszönjük meg neki Máriát, kinek imái segítenek bennünket, hogy hazataláljunk mindannyian oda, ahol Krisztus és a szűzanya szentjeink várnak bennünket, az atyai házba. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életre. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szent szűz test szerinti megdicsüléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennybe felvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldogasszony közbeni járására, a szeretet tegye lángolóvá és emelje hozzád szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fedelmentek az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak Istenünknek. Mindenhol és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szüzet fölvetted a mennybe, így ő lett egyházad megdicsőlésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve, kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hát neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hallottad, kérdezik, Urunk,
és annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt, örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásunkban bízva remélünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert miért az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
testvéreim, imádkozzuk el most közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségszerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közbeni járására a föltámadás dicsőségébe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hisz ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ünneplésére ájtatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékait. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.